Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Mielőtt megtekintenénk a kártyákat, felhívnám arra a figyelmeteket, hogy így hónap végén mindig megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, azon kívül kedvezmények. Ami még található a hírlapban, hogy leírom, hogy mikor vannak szertartások, teli hold, új hold és az égi kapuknak a nyílása. És most megtekintjük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt a kulcs jelenti az ő magabiztonságát. Ő biztos abban, hogy érkezik egy levél. Tehát vannak elvárásai, gondol arra, hogy te írj neki. És ebben megbízik. Ezzel a kulccsal ki lehet valamit nyitni, az jelentheti az ő nyitottságát, hogy jelentkezni fog nálad, lesz egy hír, vagy egy meghívás, esetleg a kulccsal kinyílt egy ajtó, és ez a levél jelent egy bizonyos szerződést. De mivel nyitott lesz veled kommunikálni, erről ő majd beszámol. A második kérdés, hogy milyenek az érzelmei. Vannak nála szép tervek. Ez lehet egy közös út is, ahol minden kivirágzik. És itt ez a kártya jelenti a könnyűséget, a játszadozást, a mozgást és a kommunikációt. Ő nyitott lesz veled érzelmekről és tervekről beszélni. Mit fog tenni? Ez a két kártya nem rád, és nem őre utal, hanem vannak még bizonyos személyek a környezetetekben, aki figyelget benneteket, aki rossz indulatú, és az élet utatokon ide gördít egy sziklát. Ezek a kihívások, ezek a nehézségek, ezek a problémák. Én úgy gondolom, hogy ez a hamis személy nem az ő környezetében van, hanem rájött arra, hogy nálad vannak ezek a nehézségek, vagy ezek a hamisságok. És fel akarja ráhívni a figyelmedet, hogy légy óvatos, mert ő úgy érzi, ha ez a szikla eltűnik, ha ez a hamis személy eltűnik az életedből, akkor itt majd a jövőben kivirágzik valami. Mi köt össze benneteket? Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban, majd te irányítod a dolgokat. Ha rájössz erre, és lezárod ezt a kapcsolatot, amire ő majd felhívja a figyelmet, akkor itt lesz egy fordulat, könnyűség, egy közös életút, nyitottság, ahol kivirágzik majd valami. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!